Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, augusztus 24-ére, 25-ére és 26-ára. Az energia hasonló, így most én összefűztem ezt a 3 napot. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok. De van az új jógája is. És most mutatok egy gyakorlatot, és ez a gyakorlat, ez a föld elemével fűz össze bennünket. Tehát, ha van egy elképzelés, akkor az most megvalósulhat. Azon kívül segít abban, hogy meglegyen a belső erő, a belső hit, és van gyógyító hatása is. A hüvelyk ujjat, a mutató ujjat és a gyűrűs ujjat összefogjuk. A középső ujj és a kis ujj, az most így kimarad. Mindkét kezet használjuk, így, és belélegeznél összenyomjuk a hüvelyk ujjat, a mutató ujjat és a gyűrűs ujjat, és kilélegezésnél pedig elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A hold az indiai számítás szerint a napokban a rák jegyében van. A hold jól érzi magát a rák jegyében, hiszen uralkodik a rák jegye felett. Itt a víz eleméről van szó, hiszen a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, utal érzelmekre, de a napokban arra is, hogy minden jó, ami a vízzel összefüggésben van. Például úszni menni, vagy valamit tisztítani, de ügyeljünk az érzelmeinkre is. Ami előnyös még a napokban egy költözködés, kiruccanás, új kapcsolatok, érzelmek, ilyen szívügyi dolgok. Amit a rák jegye még szimbolizál, ezek a családi kapcsolatok. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik. Vénusz bolygó szintén itt van a rák jegyében, és utal ránk hölgyekre. Tehát van most egy nagy hatás a hold által, hiszen ugyanabban a jegyben vagyunk. És ez kihat természetesen az érzelmekre, az anyai érzelmekre is, hiszen a hold szimbolizálja az anyukát, vagy az anyai érzelmeket is. Mars bolygó utal a férfias energiára, a férfiakra, Mars bolygó a bika jegyében van a föld elemében, tehát megvan a harmónia Mars bolygó és Vénusz bolygó között, és ez kihat a párkapcsolatra. Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, vagy kommunikációról. Merkur bolygó a szűz jegyéből hat, a föld eleméből, és ez jó hatással van a holdra, jó hatással van Vénusz bolygóra, hiszen a víz eleme és a föld eleme harmonizál egymással. Merkur bolygó a szűz jegyéből, a föld eleméből jó hatással van a férfiakra is, mert Mars bolygó szintén a föld elemében van, a bika jegyében, tehát ez azt jelenti, hogy jó a kapcsolat nő és férfi között, és jó a kommunikáció, vagy lesz egy jó hír.
Szaturnusz bolygó hatása alatt sorsdöntő változásokról van szó. Szaturnusz bolygó az a Bak jegyében van, szintén a Föld elemében, és a férfiakra jól hat ki, hiszen vannak sorsdöntő változások, események, kapcsolatok, és ez előnyös. Ami bennünket, hölgyeket illet, illetve Vénusz bolygót, ez szemben áll, és Szaturnusz bolygó tükröz számunkra valamit. Ezek külső behatások. És bele kell nézni ebbe a tükörbe, illetve odafigyelni, ki mit akar tőlünk. És ez a szemben álló pozíció azt is jelenti, mint egy mérleg, hogy mérlegelni kell a dolgokat, kell egy középút, kell a belső egyensúly, és így kell most a sorsdöntő döntéseket hozni. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. 24-én a hold a Pushya házban van. Ez utal az élelmiszerre is, hiszen a szimbólum egy tehén és a tej, és azt is jelenti, hogy gondoskodni kellene most magunkról, vagy gondoskodni kellene másokról, vagy mások gondoskodnak rólunk. Amit még Pushya jelent, ezek a rég bevált módszerek, a tradíció, vagy pedig egy virágcsokor, és ez lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék is. 25-én és 26-án délelőtt még a hold az Aslésa holdházban van, és ennek a szimbóluma, amikor átöleljük egymást. Itt változásokról van szó, segítségről van szó, és a transformációról is, hiszen a szimbólum ebben a holdházban egy kígyó, és az utal a változásokra, a megújulásokra, a gyógyító erőre. Mind azt megtartani, ami fontos számunkra, és elengedni azt, amire nincs szükségünk. 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Az indiai számítás szerint Uránusz bolygó a Kós jegyében van, és jelent meglepetésekre vagy változásokra. Mivel visszafele halad, az lehet, hogy most lelassulnak az események, amikor nagy változásokról van szó, de ez a visszatekintés utal a múltra is. Például, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, ezáltal változnak majd az események, vagy változik a hozzáállásod, gyakran jelent kármikus témákat is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Benderá!